kevesebb a termés. Az aszály miatt idén 25%-os terméskieséssel számolnak a dohánytermelők. Közeleg a határidő, szeptember 15-éig kell befizetni a helyi adókat. A második fél évben esedékes adókból összesen mintegy 3 milliárd 652 millió forintra számítanak Nyíregyházán. Végleges adatok, első körben 1470 diákot vettek fel valamelyik nyíregyházi felsőoktatási intézménybe, ehhez a pótfelvételi eljárás folyamán még 100 diák csatlakozhat. Az aszály miatt idén 25%-os terméskieséssel számolnak a dohánytermelők. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az ágazatot az is sújtja, hogy ettől az évtől az Európai Unió már nem támogatja a dohánytermelését, a kiesést állami forrásokból próbálják pótolni. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mintegy 3500 hektáron termelnek dohányt, ez a szám az országos termőterület több mint 80%-a. Az országos leszerződő dohány terület idén 4400 hektár, ami az előző évhez képest 300 hektárral csökkent. A termelők a korábbi Európai Uniós több mint 24 millió euró helyett a magyar kormány nemzeti kiegészítő támogatását kapták ettől az évtől, ami összesen 5 milliárd forintot jelent. Az idei termés mennyiség miatt sok termelő elgondolkozik majd azon, mennyire éri meg a hektáronkénti 2 millió forintos befektetés, mondta a kérdésünkre a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének elnöke. Az aszályos időjárás miatt ugyanis az előzetes beslések szerint az idei kiesés akár a 25%-ot is elérheti. Én nagyon remélem, hogy ez a 25% azért valamelyest fog csökkenni, ugyanis bármennyire meglepő, már temetni készültünk a dohányt augusztus 20-a környékén, amikor megérkezett a már korábban említett csapadék, és hát nagyon föltámadtak a dohányok, és kedvező eredményeket produkálnak, úgyhogy reméljük, hogy hát bepótolni nem fogják, a 100%-os az elmúlt évi terméshez biztos, hogy nem fog összeállni, de bízom benne, hogy a 25%-os kiesés az is mérséklődni fog. Itt Pócs-Petri határában összesen 31 hektáron termelnek dohányt. A csapadékmentes forró nyár itt sem tett jót a termésnek. Nem kellőképpen érnek, nehéz megbecsülni, hogy akkor mennyi lesz a valós termés. Az aszályos időszak végén akkor úgy láttuk, hogy a hektáronként a 10 mázsát sem fogjuk tudni elérni. Most úgy látom, hogy lehet, hogy valami kicsivel talán át fogjuk tudni lépni. Attól függ, hogy még az elkövetkezendő néhány hétben, ahogy a betakarítással tudunk előre haladni, mennyit tudnak még nőni. Van a dohánynak még egy nagyon érdekes sajátossága, ezt a dohányos szakemberek, vagy akik a dohányban élnek, azok tudják, hogy szeptember közepétől már nem igazán lehet szép dohányt törni. Ezen a területen naponta 15-en törik a dohányt, az aszály a munkát sem könnyíti meg. Sokkal nehezebb, nagyon gyenge a kevés van rajta, nagyon a szárazság miatt nem nőtt meg a levelek. Duplát kell dolgozunk, duplán annyit kell menjünk, sajnos. A MADOSZ elnöke mindehhez hozzátette, a felvásárlási árak a tavalyihoz hasonlóan alakulnak. Kilónként körülbelül idén is 350-360 forint lesz. Szeptember 15-éig kell befizetni a helyi adókat. A második fél évben esedékes adókból összesen mintegy 3 milliárd 652 millió forintra számítanak Nyíregyházán. Tudtuk meg dr. Polgári Andrástól, az adóosztály vezetőjétől. Ebből mintegy 2,5 milliárd forint az iparűzési adóból folyik be. A gépjárműadót fizetők 60%-a márciusban egész évre eleget tett kötelezettségének. Az egyenleg közlőket a napokban küldi meg az adózók részére a hivatal. A gyakorlat szerint több mint 50 ezeren kapnak levelet az esedékes adókról, amit a bevallás napjáig, szeptember 15-éig be is kell fizetni, a határidőig pótlékmentesen. Iparűzési adóból a második fél évben majdnem 2,5 milliárd forintra számít az önkormányzat költségvetése, az építményadóból pedig 1 milliárd forint kerül a központi számlára.
Nyíregyháza 2010 év óta se új adónemet, se adómértéket nem növelt. Itt viszont változást valóban mondani kell, az építményadó növekményről kell számot adni. Nyilvánvalóan új adóalanyok is jelentek meg ebben a körben, ezt büszkén valljuk és vállaljuk, illetve hát, hogy van egy komoly ellenőrzés is, ami pontosan azért volt szükséges, mert ebben az egy adónemben láttuk azt, hogy nagyon sokan eltérnek az adófizetési kötelezettségüktől. A gépkocsi tulajdonosok 60%-a már márciusban egész évre előre befizette a gépjármű adót. Az önkéntes teljesítéssel egyre kevesebb a probléma, mondta el az osztályvezető. Az adózók nagy része időben eleget tesz kötelezettségeinek. Nyíregyháza minden évben tud erősödni, tette hozzá dr. Polgári András. Ebben az évben összesen 9,3 milliárd forintra számít az önkormányzat az adóbevételekből. A hátralék kezelésnél az osztály igyekszik méltányosan eljárni. Nyíregyházán köszönhetően az idei jó turisztikai szezonnak, programkavalkádnak sokan szálltak meg a megyeszékhelyen. Ez látszik az idegenforgalmi adóbefizetésekből is. Rengetegen voltak, teltházak voltak. Azt is el kell mondanom, hogy ellenőrzésekre is szükség volt. Még mindig próbálnak a magánszállás helyekkel úgy játszadozni egyen-ketten, hogy a kerüljék az adófizetés, de én úgy gondolom, hogy ez utolérhető. Most már egyre hatékonyabbak vagyunk, és tényleg azt kell mondani, hogy a bevételeink pedig kimagaslóak ebben az adónemben is. Hozzuk a terveinket, ez több mint 60 millió forint lesz december 31-ig. A polgármesteri hivatal ügyfélcentrumában a 29-30-31-es ablaknál intézhetik majd ügyeiket az adózók, illetve telefonon és e-mailen keresztül is választ kapnak a főbb kérdéseikre. Szeptember 15-én pedig hosszított nyitvatartással reggel 8 és este 8 között várják az ügyfeleket. A pótfelvételi ponthatárok nyilvánosságra hozásával véglegesen eldőlt, kik azok, akik megkezdhetik felsőfokú tanulmányaikat 2015. szeptemberében. Első körben 1470 diákot vettek fel valamelyik nyíregyházi felsőoktatási intézménybe, ehhez a pótfelvételi eljárás folyamán még 100 diák csatlakozhat. Országos szinten több mint 8200-an jelentkeztek az idei pótfelvételire. 70%-uk alap- vagy osztatlan képzésre, 17%-uk felsőoktatási szakképzésre, valamint 10%-uk mesterképzésre adta be a jelentkezését. A pótfelvételin is érvényesek voltak a minimum ponthatárok, alapszakon 280, felsőoktatási szakképzésen 240, míg mesterszakon 50 pont a legkevesebb, amivel be lehetett kerülni felsőoktatásra. 85 hallgató jutott be költségtérítéses képzésre a meghirdetett szakokra a nyíregyházi főiskolára. Elég vegyes a kép, eloszlik ez a létszám a különböző szakok között, de azt idén is ki lehet jelenteni, hogy pedagógus képzésre vettünk fel a legtöbb hallgatót. A Debreceni Egyetem nyíregyházi egészségügyi karára 15 fő jutott be a pótfelvételi eljárás során. Nappali képzésen szülésznő, mentőtiszt és védőnő szakokra, valamint szociális munkás felsőoktatási szakképzésre vettek fel még új hallgatókat. Az intézményben ebben a tanévben kevesebb hallgató kezdheti meg tanulmányait. Nem jelentkeztek kevesebben, ennek az volt az oka elsősorban, hogy 20 ponttal emelkedett a minimum ponthatár az idén, és az érettség is nehezebb volt az előző évekhez képest, tehát a hallgatók, illetve a felvételiző diákok alacsonyabb pontszámot értek el. Azok, akik így sem jutottak be valamilyen felsőoktatási intézménybe, szeptembertől OK és képzésen tanulhatnak, így egy év alatt akár szakmát is elsajátíthatnak, ami a következő évi felvételinél pluszpontokat jelent. Képesítéssel és csak egy cégnél dolgozhatnak az utazás szervezők szeptember 2-től. Egy kormányrendelet módosítása alapján az utazás szervezésért felelős munkavállalóknak végzettséghez igazodó gyakorlati idővel és megfelelő szintű idegen nyelv ismerettel is rendelkezniük kell. A szabályt az utazók védelmében alkották meg. Sikeresek az utazási irodák nyári desztinációi ebben a turisztikai szezonban. Ennél az utazási irodánál is a törökországi kínálatokat keresték leginkább. Jó áron, magas színvonalú szállodákban tölthették nyaralásukat az utazók. A válság ellenére sokan mentek Görögországba is, Olaszország pedig közelsége miatt vonzó, hiszen autóval is könnyű célpont az európai turisták számára. Bárhová is utazunk, első a biztonság, ehhez elengedhetetlen az utazási irodák megbízhatósága, szakmai felkészültsége.
Az utazásszervezési munka és az irodák tevékenysége is átláthatóbb és biztonságosabb lesz az utazók szemszögéből is a kormányrendelet módosítás után, ami szerint az utazásszervezését felelős személynek továbbra is meghatározott képesítéssel kell rendelkeznie, e körbe tartozik például a turisztikai szervező, értékesítő szakképesítés, illetőleg az idegenforgalmi közgazdász is. A képesítéstől függően kötelezően előírt szakmai gyakorlat szükséges, valamint idegen nyelvtudás. Felsőfokú nyelvvizsgával kötelezik ugye a minősítői szakvizsgát. Ez azt jelenti, hogy ha bármilyen külföldön bármi probléma történik, nem kell az, hogy egy tolmácsot kérek ugye a telefon végére, hanem innentől kezdve ösztönösen megy a beszélgetés, illetve egyre gyorsabban tudunk segíteni az utasokon. Ezután egy utazásszervező csak egy cégnél vállalhat munkát. Voltak, akik többen leadták tehát a minősítői szakvizsgájukat utazási irodáknak, ezzel egy dominó elindult, hiszen hogyha az egyik vállalkozás tönkrement, onnantól kezdve a minősítői vizsgával rendelkező alkalmazott úgymond 5 évig nem használhatta ezt a végzettségét, és így elindult. Például volt valaki 4-5 utazási irodának adta a nevét, és ez nagyon sok problémát jelentett. Előírás az is, hogy az utazási vállalkozásnál munkavállalóként legalább heti 20 órában dolgozzon a munkavállaló. Az előírás azt a célt szolgálja, hogy a tevékenységért felelős dolgozó a gyakorlatban is részt vegyen a cég munkájában, biztosítsa annak folyamatos működését. Az utazási irodáknak ez év december 31-éig kell igazolniuk, hogy megfelelnek ezeknek az előírásoknak. Lezuhant repülőnél, magára hagyott, elütött gyalogosnál és zebrán áthaladó kerékpárost elsodró autónál is helyszíneltek a rendőrök a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei baleset helyszínelői versenyen. A megmérettetésről a folytatásban, előtte nézzük a híradó további témáit. Harmadik felkészülési tornáján is a második helyen végzett a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NB1B jövő hétvégi rajtjára készülő újonc Orosházán 2 győzelem után a döntőben szenvedett vereséget. Rácz Sándor együttese a jövő hétvégén a Kecskemét ellen kezdi a szezont. 3 fordulót követően már nincs 100%-os csapat a labdarúgó megyei első osztályban. A 2 meccs után hibátlan együttesek közül a Nyírgyulaj 7-2-es vereséget szenvedett Fehérgyarmaton, az Ibrány Sényűn kapott ki 3-2-re, a Tiszakanyár pedig Gyulaházán játszott 1-1-es döntetlent. Lezuhant repülőnél, magára hagyott, elütött gyalogosnál és zebrán áthaladó kerékpárost elsodró autónál is helyszíneltek a rendőrök a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei baleset helyszínelői versenyen. A megmérettetés legjobbjai az országos versenyen képviselhetik majd a térséget. A rendőrök reggel 9-kor gyülekeztek Nyíregyházán az egyik bevásárlóközpont parkolójánál. Az 5. megyei baleset helyszínelői versenyre 10 csapat nevezett, a résztvevők szakmai tudásukat mérhették össze. Ne felejtsük el, hogy egy közlekedési baleset helyszínén nagyon sokan megsérülnek. Később komoly jogviták lehetnek belőle. Milliós vagy esetenként több milliós károkról kell dönteni, akár bírósági szakban, és akkor, amikor már utólag nem rekonstruálható teljesen a helyszín. A helyszín szemlét tökéletesen megismételni nem lehet, nagyon fontos az ő szakmai tevékenységük. Változatos baleseti helyszíneket modelleztek a versenyen, a rendőröknek többek között helyszínelni kellett egy lezuhant repülőnél, valamint egy gyalogos gázolásnál is. Itt egy ismeretlen tettest kellett megkeresniük a fehér sapkásoknak, hiszen a versenyfeladat szerint a balesetet okozó autós elhajtott a helyszínről. Van egy helyszínelő felszerelésük, ez a felszerelés ez nagyon sok mindent tartalmaz. A nyomok rögzítéséhez szükséges eszközök ezek, talán az egyik legfontosabb, vagy két legfontosabb felszerelésünk az a kréta, illetőleg a fényképezőgép. Természetesen mi csak úgy hívjuk, hogy a toliga a kerekes távolságmérő mellett, hiszen ezekkel az eszközökkel, illetve egy papírlappal meg egy tollal nagyon sok nyomot lehet rögzíteni. Ezen felül természetesen azért speciális nyomrögzítésekre is sor kerülhet, amikor festékmaradványt, anyagmaradványt, bármit kell a helyszínről nekünk sterilen becsomagolni és esetleg szakértői vizsgálatra küldeni. A megmérettetés legjobbjai az országos versenyen Veszprém megyében képviselhetik szeptember közepén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 137 településének iskolájában közel 200 rendőr kezdte meg iskola rendőri szolgálatát.
A 8. éve elindított program célja a gyermekek védelme, a biztonságukat veszélyeztető tényezők felderítése és megszüntetése. A tanév során az iskola rendőrök rendszeres kapcsolatot tartanak az intézmények vezetőivel, elérhetőségük pedig az iskolai plakátokon ki van függesztve. Az oktatás kezdetekor és befejezésekor pedig a rendőrség és a polgárőrség is szolgálatot teljesít a megye több oktatási intézményének környékén. Szeptember első hetei baleset megelőzési szempontból mindig kiemelt jelentőségűek a rendőrség számára. Ilyenkor azon oktatási intézmények környékén, ahol nagyobb a forgalom és szükséges rendőri jelenlétet biztosítunk. Ebben segít nekünk egyébként a polgárőrség is. A gyermekek biztonságos közlekedésére figyelünk, illetve arra, hogy az autósok és a járművezetők is betartsák a szabályokat, ne veszélyeztessék a gyerekeket. Harmadik felkészülési tornáján is a második helyen végzett a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NB1B jövő hétvégi rajtjára készülő újonc Orosházán két győzelem után a döntőben szenvedett vereséget. Rácz Sándor együttese a jövő hét végén a Kecskemét ellen kezdi a szezont. A felkészülés 6. hetében jár a kisvárdai női kézilabda csapat. Rácz Sándor szakmai igazgató irányításával az első időszakban az alapokat rakta le az NB1B újonca, majd 3 felkészülési tornán is pályára lépett az együttes. Hajdúnánáson 6 csapat közül, Budapesten 8 csapat közül végzett a második helyen a Várda. Az elmúlt hétvégén Orosházán egy 6 csapatos tornán szintén a második helyet szerezte meg a KKC. Itt csapatot kell kovácsolni, nem titok, hogy 5 nációból. Mi azt a metódust követtük, hogy nem a Budapest és a Győr lepattanó és maradozó játékosait szedjük össze, hanem a határadta közelségek révén lesznek szlovák játékosaink, van Ukrajnából játékosunk, van szlovén, román, még nem zártuk le tökéletesen a keretet, és nyilván magyar játékosok, helybéli játékosok, és azok közül is fiatalok, idősek egyaránt. Én úgy gondolom, hogy nem kívánok senkit kiemelni, ezt mindig hangoztattam, hogy nálam a sztár a csapat. Emellett nyilván örülünk annak, hogyha egy-két játékosnak sztár értékű teljesítménye születik egy-két meccsen, az nagyon jót jelent. Szerintem érdemes lesz odafigyelni erre a csapatra, komoly jövő áll előtte. A bajnokság a jövő hétvégén rajtol az NB1B keleti csoportjában. A kisvárdai KC a nyitófordulóban szeptember 13-án a legutóbbi ezüstérmes Kecskemétet fogadja. 3 fordulót követően már nincs 100%-os csapat a labdarúgó megyei első osztályban. A 2 meccs után hibátlan együttesek közül a Nyírgyulaj 7-2-es vereséget szenvedett Fehérgyarmaton, az Ibrány Sényőn kapott ki 3-2-re, a Tiszakanyár pedig Gyulaházán játszott 1-1-es döntetlent. Mindössze 3 fordulónak kellett eltenni a megyei első osztályú bajnokságban ahhoz, hogy már ne legyen hibátlan csapat a mezőnynek. A 2 kör után listavezető Nyírgyulaj 7-2-es vereséget szenvedett Fehérgyarmaton, a Tiszakanyárnak pedig be kellett érni a Gyulaházán egy 1-1-es döntetlennel. A Tiszavasvári 1-0-ra győzött Mátészalkán, a Tuzsér a Mándokot verte 3-2-re, a Nagyecset Tiszalökről távozott 3-0-ás sikerrel, a Szakoly a Baktalóránt házát múlta felül 1-0-ra, a Nagyhalász Kemecsemecs pedig 1-1-es pontoszkodással végzett. Az újonc Sényű 3-2-re győzött a meccs előtt még 100%-os Ibrány ellen. Én úgy gondolom, hogy bár az eredmény nem ezt tükrözi, egy rendkívül sima mérkőzés volt, sokkal jobbak voltunk, mint az ellenfelünk. 1-0-ás vezetés után rengeteg helyzetet kidolgoztunk, ami sajnos kimaradtak, majd egyenlítettek, utána megint vezetés, szerintem megint egyenlítettek, és a végén a hajrában 85. percben döntöttük el a találkozót, de véleményem szerint, ha jobban odafigyelünk a helyzeteinkre, 3-4 gól is lehetett volna a két csapat között. 3 fordulót követően a Tiszakanyár, a Sényű és a Tuzsér áll 7 ponttal a megyei első osztály tabelláján. 4 csapatnak, az Ibránynak, a Nyírgyulajnak, a Nagyecsednek és a Szakolynak 6 pontja van. Az egyedül 5 pontos Gyulaházát a 4 pontos Fehérgyarmat, Mándok és Tiszavasvári követi. 3 döntetlennyének köszönhetően a 12. Kemecse 3 pontos, 1 pontja van a Nagyhalásznak, a sor pedig a még pont nélküli Baktalóránt-ház, a Mátészalka, a Tiszalök trió zárja. A 4. forduló párosítása a következő: Baktalóránt-ház, a Tuzsér, Tiszavas Vári Tiszalök, Nyírgyulaj Gyulaháza, Nagyecset Fehérgyarmat, Ibrány Szakoly, Sényű Nagyhalász, Tiszakanyár Kemecse és Mándok Máté Szalka. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer néhány mondatban.
Az aszály miatt idén 25%-os terméskieséssel számolnak a dohánytermelők. Az ágazatot az is sújtja, hogy ettől az évtől az Európai Unió már nem támogatja a dohánytermelését, a kiesést állami forrásokból próbálják pótolni. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mintegy 3500 hektáron termelnek dohányt, ez a szám az országos termőterület több mint 80%-a. Szeptember 15-éig kell befizetni a helyi adókat. A második fél évben esedékes adókból összesen mintegy 3 milliárd 652 millió forintra számítanak Nyíregyházán, tudtuk meg dr. Polgári Andrástól, az adóosztály vezetőjétől. Ebből mintegy 2,5 milliárd forint az iparűzési adóból folyik be. A gépjárműadót fizetők 60%-a márciusban egész évre eleget tett kötelezettségének. A pótfelvételi ponthatárok nyilvánosságra hozásával véglegesen eldőlt, kik azok, akik megkezdhetik felsőfokú tanulmányaikat 2015. szeptemberében. Első körben 1470 diákot vettek fel valamelyik nyíregyházi felsőoktatási intézménybe, ehhez a pótfelvételi eljárás folyamán még 100 diák csatlakozhat. A Kölcsei Televízió csütörtöki hírműsorát látták. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Híreinket addig is megnézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! A nyugat felől közelítő hullámzó frontálzóna hatására továbbra is hűvösebb levegő áramlik a Kárpát-medence térségébe, és elsősorban a nyugati és északi területen lehet az eddigieknél felhősebb, csapadékosabb az időjárás. Éjjel felhősödés várható, esőre számíthatunk nagyobb területen a hajnali időszakban. A változó irányú szél helyenként megélénkülhet. Reggelre általában 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben délelőtt egyre nagyobb területen felszakadozik, csökken a felhőzet, a csapadék is fokozatosan megszűnik. Délutánra a változó felhőzet mellett mindenütt több órára kisüt a nap. A szél északnyugatira fordul, és helyenként megélénkül. Délutánra 26 fokig emelkedik majd a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. Szombaton országszerte erősen felhős vagy borult lesz az ég, esőre, záporra mindenütt lehet számítani. A hőmérséklet már máshol sem emelkedik 30 fok fölé, sőt vasárnaptól a felhőzet csökkenése ellenére a 25 fokot sem éri majd el. A jövő héten alapvetően napos, de hűvösebb időjárás várható.